A hegyvidék a nagy háború idején című tárlat összeállítása komoly előkészületeket igényelt, amiből a kerületi lakosok is kivették részüket. Azt mondhatom, hogy a kerületi lakosok nagy segítségünkre voltak, hiszen előkeresték a felmenőiknek, édesapáiknak, nagyapáiknak a régi használati tárgyaikat, és behozták ide hozzánk, ezeket egytől egyik is állítottuk. Illetve olyan sikert is elértünk, igazából szakmai sikert, hogy olyan relikviák kerültek elő, olyan egyenruhák, amit még a Hadtörténeti Múzeum is megrigyelt. A kiállítás megnyitóján Pokorni Zoltán polgármester kiemelte, az első világháború sok változást hozott, a nőknek például szavazati jogot adott. Az osztrák-magyar monarchiából kiszakadt Magyarországnak pedig óriási traumát és szemléletváltást okoztak a háborút lezáró párizsi békék. Egymást érték az örök békére vonatkozó tervezetek. Ezek nagyon hasznosak voltak mindaddig, amíg tervek maradtak, és szörnyű társadalmi következményei voltak, amint elkezdtek megvalósulni. Erről szól a 20. század, a megvalósult teóriák réméről. Az első világháborúban 4 millió magyar katona vett részt, közülük mintegy 600 ezer életét vesztette. A sebesültek száma elérte a 800 ezret, ugyanennyien pedig fogságba estek. 2014 és 2018 között a nagy háború 100 éves évfordulójára emlékezve számos kiállítás mutatja be a világégéssel kapcsolatos tudnivalókat és érdekességeket.